évek óta nagy párharcot játszik ez a két csapat a minél jobb eredményért. Az Assza nagy fölényben van, hiszen mióta megjelent a női futsalban, gyakorlatilag aratott és sok bajnoki kupagyőzelmet tudott termelni. Mi egy pici szerényebb eredményekkel büszkélkedhetünk, de elmondhatom, hogy nagyon jó esélyünk van, hogy végre a hagyományunkhoz méltóan egy nagyon jó eredményt elérjünk ebben a bajnoki évben. Én azt gondolom, hogy a mi célunk az a felsőházba jutás. Ezt is fogalmaztuk meg a lányokkal, hiszen egy teljesen új csapatot kell építenünk. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, bár a mai mérkőzésre enyhén szóval sem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, nagyon sok betegünk és sérültünk volt, de én azt gondolom, hogy összességében, ahogy előbb említettem, jó úton járunk, és nagyjából tudjuk is pozícionálni magunkat. Megvan a játékunk, én azt szeretném viszont látni, amit edzésről edzésre gyakorlunk, rangadó, de ahogy a lányoknak is mondtam, hogy igazából nem is eredményben gondolkodok a mai mérkőzésen, hanem azok az elemek, amiket gyakorlunk, azokat viszont lássam a mérkőzésen. Csak a Tolna tudott idáig pontot szerezni a rózsaszínmedes Astra ellen a női bajnokságban, és Revelan Zoltán csapata hazai környezetben sem könnyítette meg a korábbi bajnok dolgát. Ezek a Tolna elleni meccsek nekünk mindig ilyen kiki mérkőzések. Első fél időben szerintem még kicsit így szoknunk kellett újra egymást, mert sérülésekkel, betegségekkel küzdöttünk az utóbbi hónapban. Nem tudtunk sokat együtt készülni, ezért sajnos kicsit döcögősen indult ez a mérkőzés számunkra. A 12. percben viszont már elégedettek lehettek a vendégek, hiszen ekkor megszerezte a vezetés Dombó János csapata. Az a Dorner Dóra köszönt be, aki ezzel utolérte a házi góllövőlista élén Balog Noémi. A gól szerintem nagyon megdobta a csapatot, ott kicsit lendületet vettünk magunkon. Mindenki nagyon motivált volt, az egész csapat. Hát nyilván győzni szerettünk volna, nyerni jöttünk ide. Másfél hónap után játszott ismét bajnokit az Astra, és az első félidőt meg is úszta a látogató kapott gól nélkül. A Tolna a legutóbbi hazai mérkőzésen egyáltalán nem tudott betalálni, így várható volt, hogy a második félidőben még nagyobb energiákat mozgósít majd Revelan Zoltán csapata. Az első félidőben is úgy érzem végig domináltunk, sajnos az adódó helyzeteinket kihagytuk, de félidőben is azt beszéltük, hogy ugyanúgy kell folytatni, ahogy az első félidőt abba hagytuk, mert előbb-utóbb jönni fog a gól. A játéképe is azt mutatta, hogy helyzet hátán. A térfélcsere után nem sokkal siker koronázta a hazai próbálkozásokat. Az a Bajcsi Krisztina egyenlített, aki a negyedik mérkőzésén harmadszor volt eredményes a bajnokságban. A játékos már most annyiszor köszönt be, mint a legutóbbi idényben összesen. Végre a sok helyzetből egyet értékesítettünk, ott egy picit átszagadt ez a gát, utána tudtunk rárugni még egyet, onnan meg már egymást bíztatva, küzdve már csak az volt, hogy ezt meg kell tartanunk. Szalkai Kitti góljával a 24. percen fordított a Tolna, amely egy győzelemmel az Astrát is megelőzve felléphetett volna a bajnokság második helyére, 4 pontra megközelítve az Illovas Deacot. A második félidőben szerintem magabiztosan álltunk a pályára, főleg az első félidőnek köszönhetően, mert ott jó teljesítményt nyújtottunk, küzdöttünk, akartunk. Az akarásnak pedig ezúttal 3 pont lett a vége. Az Astra ugyanis hiába próbálkozott, már nem tudott egyenlíteni. Le a kalappal a csapatom előtt, tehát aki nyilván ez egy belsős információ, de az elmúlt 2-3 hétben gyakorlatilag szinte nem is edzettünk, vagy alig tudtunk edzeni sérülések és a betegségek miatt. Én azt gondolom, hogy Tolnán, a Tolnai csarnokban egy ilyen fantasztikus közösség előtt, egy ilyen jó csapat ellen, mint a Tolna, végig nyílt mérkőzést tudunk játszani, és egy góllal maradunk alul. Én azt gondolom, hogy ez így november végén ez rendben van, tehát ezzel nincs gond. Ugye a derbin kell majd jól futni, tehát ez februárban, márciusban, áprilisban fog eldőlni nagyon sok mindent.